Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Előadáson láttuk, hogy konkrét alkalmazások esetén az exponenciális, hatvány és a logaritmus függvény arányos ábrázolása nem alkalmazható. Azonban ezekkel a helyettesítésekkel, tehát az x vagy az y, vagy mindkét tengely logaritmikus átskálázásával ezen függvények grafikonja egy egyenes lesz. A mi feladatunk, hogy a megfelelő logaritmikus koordináta rendszerben ábrázoljuk ezt a függvényt. Ez egy exponenciális függvény, az fx az az y érték, tehát ez az y érték, ezt felírjuk, hogy y egyenlő 10 az 1 plusz x per 2. Nincs a feladatban logaritmus, tehát ilyenkor mindkét oldal logaritmusát kell venni. Tízes alapú exponenciális függvényünk van, tehát tízes alapú logaritmust fogunk venni, ahogy ott láttuk. Tehát a bal oldalon lg y lesz, itt pedig ugye a tízes alapú logaritmusát véve csak a kitevőt kapjuk. És akkor látjuk, hogy itt megjelenik az lg y, ez helyett írunk egy másik változót, a v-t. Tehát az lg y egyenlő v helyettesítést alkalmazva, a v egyenlő, a jobb oldalt már úgy írom, hogy 1 x meg 1, függvény grafikonja az xv koordináta rendszerben, az már egy egyenes lesz, tehát egy lineáris függvény. Rajzoljuk ezt le. Tehát ez a V-tengely lesz a függőleges tengely, ugye, ami ugye LG Y. És akkor az egyeneshez elég két pontot ismerni. Ugye látjuk, hogy az a V-tengelyen az egyben megy át. És akkor nézzünk még egy tetszőleges pontot. Hát én az X egyenlő 2-t választom, és akkor a V értéke az ugye 1 meg 1. Azaz 2. Tehát ha x egyenlő 2, akkor a v érték is 2. Ugye a beosztást azért ugye felírom, ez az egyenletes beosztás, és akkor összekötjük ezt a két pontot. Hát jó. Tehát ez a v egyenlő 1 x plusz 1 egyenes grafikonja. Végezetül ugye mellé kell írnunk, hogy a függőleges tengely mellé az eredeti y értékeket, amik ugye ezen összefüggés alapján, ugye itt az 10 az elsőn lesz, itt kettőnél 10 a négyzeten, az a 100, itt 10 a harmadikon, ugye nullánál 10 az első, az az 1, mínusz 1-nél ugye 10 a mínusz első, és így tovább 10 a mínusz második. Szem vagyunk.